Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 70 éves az Alba Régia Táncegyüttes, 7 évtizedről beszélgetünk ebben a sorozatban. Mégpedig azokkal, akik tettek azért, hogy ismert és elismert lehessen itthon, külföldön, Európában és a világban a táncegyüttes. Megszólítottunk már azokat, akik a legendák, hiszen az alapoktól kezdték, gondolok itt Bogárdi Lajosra, Botos Józsefre és a többiekre. Most pedig ott vannak, akik most nevelik már az ifjúságot, és szintén nagyon sokat tettek azért, hogy ez az együttes hírneves legyen és hiteles maradjon. Vendégeim Molnár Gábor és Tombor Bea, örökös aranysarkantyús és örökös aranygyöngyös táncos tisztelhetünk, emellett pedig ugye a táncegyüttes művészeti munkatársait, akik generációkat neveltek fel. De mielőtt erről az új generációra, aki tovább viszi az együttes hírnevét beszélnénk, hát induljunk el az alapoktól tőletek, hiszen a hivatás választás, mert ugye bátran hivatásnak tekinthetjük, ahogy ti csináltátok és amit csináltok, a hivatás választásnak annak kulcs pillanatai. Először azok talán gyermekálomnak tűnnek, de beszéljünk először arról, hogy miként kezdtétek. Tehát az indítatás fontosságáról, Gábor. Én is nagyon sokat ugráltam, ugrabugráltam otthon, és édesanyám a Megyei Művelődési Központban dolgozott, és akkor még az együttes ott működött. És egyszer úgy döntött, hogy engem elvisz oda, hogy ott ugráljak. Főleg, és aztán ott ragadtam. Brückleiné Cserpes Judit volt az első mesterem, és aztán utána szépen sorban lépkedtem a rangétrán, és akkor a Abonyiné Fekete Katalin, aztán a Török Sanyi, aztán a Gábor Attila, a Hankakas Istvánnal, és aztán előbb-utóbb meg bekerültem az együttesbe. Tehát igazából nekem ez így indult. Tehát ez így indult, Bea. Hasonló sort tudok én is mondani. Általános iskolás koromban kezdtem el a néptáncot. Előtte óvis koromban már táncoltam, ilyen játékos, mozgásos előkészítőn vettem részt. Aztán általános iskolában Brückleiné Cserpes Judit néninél kezdtem a táncot, onnan átkerültem az Alba Régia Táncegyüttes utánpótlás csoportjába, ahol Kati nénihez, a Bonyiné Fekete Kati nénihez kerültem, aztán én is Gábor Attilához, Hánkakas Istvánhoz, Sanyihoz, és így. Tehát ez egy tovább, aztán lassan fölkerültem. Az életutatok, bizonyos szempontból feltétlenül. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy miként érzi meg az ízét egy fiatal, tehát egy általános iskolás, középiskolás. Mikor gondolja úgy, mi okozza ezt a gondolatot, hogy valóban ezzel szeretne foglalkozni, amíg világ a világ? Nekem volt példám, mert a nővérem is táncolt, illetve táncol is, de néptáncolt az együttesben, és hát amikor először láttam a színházi műsorukat, a táncvilágnapi színházi műsorukat, szerintem az elég nagy benyomást tett rám, hogy én is szeretnék majd itt táncolni. Nekem két ilyen pillanatom volt. Az egyik hatodikas koromban, amikor majdnem abbahagytam a néptáncot, akkor azt egy labdarúgással, gonfacival kezdtem el foglalkozni, és az volt a szerencsém, hogy a próbaterembe jártam, és nem mellé. És abban az évben lettem kisbokrétás táncos Szarvason. Ez volt az egyik, a másik pedig nem sokkal később, egyszer a Margit szigeten láttam a Honvéd Együttesnek a Nagyapáik Tánca című műsorát, és az annyira megtetszett abba az Eleki Mékeréki tétel, hogy én akkor eldöntöttem, hogy csak ezzel foglalkozok, ha lehet, akkor hivatásos táncos leszek, és tanítani fogok. Tehát az aranybokrétás díj az nagyon sokat segített Szarvason. Mert utána már is jött ugye Kőszeg nem sokára, az ifjúsági szólótáncfesztivál. Egyáltalán a siker miben mérhető? Mikor derült ki, hogy tehetségesek vagytok, mert a szorgalom az elengedhetetlen nyilván? Hogy erre születtetek voltak éppen? Ezt nehéz kimondani, de ez így van. Nem tudom megmondani, inkább a tanáraink tudnák elmondani, hogy mikor látták bennünk azt a potenciált, hogy bármivel is többet tudnánk nyújtani, mint a többiek a színpadon, és hogy esetleg még szólisták is lehetnénk. Nekünk szóltak, legalábbis velem ez így történt, hogy Gábor, arra gondoltunk, hogy
És akkor én mondtam, hogy jó, rendben. És akkor plusz próbák, külön órák, és aztán egyszer csak meglett az eredménye. Ugye néptáncpedagógusként azért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor felsőoktató intézményt választottatok, egy pillanatig se volt ezek szerint kérdés, hogy szeretnétek tánccal foglalkozni. De nekem igen, azért kérdéses volt, mert egy teljesen más szakmában van végzettségem, és igazából akkor kezdtem el a tánccal, a tanítással foglalkozni, amikor a Gábor felesége Brigi kismama lett, és átadta nekem az egyik csoportját, és egyik után jött a másik. Egyre több csapatom lett, és igazából a végzettségemmel, az első végzettségemmel kapcsolatban nem is dolgoztam sosem. Így az egyik csoport a másik után adta azt, hogy el kellene végezni a táncművészeti főiskolát, ezt megcsináltam, és most már tényleg ebből élek. Térjünk vissza még egy kicsit a sikerekhez. Azt hiszem, kevesen mondhatják el magukról, hogy örökös aranysarkantyús, illetve aranygyöngyös táncosok. Egy ilyen elismerés, mert ez szakmai díj mindenképpen, ez mennyit segít a későbbiekben? Hiszen ugye a Gábornál tudjuk, hogy táncegyüttes, aztán Vörösmarty Színház, aztán Veszprém, Bakony táncegyüttes, Budapest, Honvéd táncegyüttes 8 évig? Igen. 8 teljes esztendőt, folyamatosan táncoltatok, tehát ez azért döntés felelőssége. És ráadásul ugye, ha kitekintünk, akkor azt is látjuk, hogy ott van ABBA, ami kivételesen fontos. Ahogy néztem, hogy ugye, mit is tanítasz? Néptáncot tanítok a művészeti iskolában, meg a táncolkodó tehát ez sok színű. De ez egy hagyományos út, mert nekem rendhagyónak tűnik, például Gábor a tiét, hogy... Nem gondolnám, hogy hagyományos, de az egyik siker hozta a másikat igazából. De megmondom őszintén, hogy én a legnagyobb sikereimnek nem feltétlen ezeket a díjakat gondolnám, hanem például azt, hogy most a felnőtt együttesben van már több olyan táncos, akik utánam jöttek máshonnan. Inkább ezt. Vagy hogy van olyan régi tanítványom, aki aztán elment most például a Magyar Táncművészeti Egyetemre, ott bontogatja a szárnyait. Vagy van olyan tanítványom, aki elvégezte Fóton a szakgimnáziumot, és akkor most Budapesten együtteseket vezet. Inkább ezt gondolnám én, mint pedagógus sikernek. Az életem abban a szakaszában az is nagyon jó volt, és hatalmas megtiszteltetés, főleg, hogy a többi táncos barát is úgy gondolt, hogy megérdemlem a díjat, amit adtak. Hát erről talán ennyit tudni. Tehát fontos számodra a tanítás, az ifjú generáció nevelése. És ugye azt ígértem, hogy egy Ásó István gondolatot elmondok, mert azt hiszem, hogy ez talán illeszkedik ahhoz, ami a tanításhoz is. Hogy önmagunk ismerete nélkül nincs egyetemes ismeret, múltunk értékeinek nem elhalványodniuk kell jelenünkben, hanem csillogni. Itt a múlt értékeiről van szó, én azt hiszem, hogy az autentikus néptánc, amit ti megtanultatok és továbbadtok, az nagyon-nagyon fontos. És a legfontosabb az ifjú generációt erre megtanítani. Tehát amikor elkezdtetek tanítani, akkor gondolom, hogy ez is bennetek volt, hogy ez milyen kiemelt dolog. Hát sokat foglalkoztunk. Ha a szóló táncversenyre megyünk vissza, akkor eleve nagy élmény volt számomra az, hogy egy újat tanulhatok, hogy készülhetek rá, hogy a viseletnek utána nézhetek, szép ruhát varrathatok, amellett, hogy még színpadra is mehetek, és azért jó érzés az, hogyha érdeklődő fiataloknak ugyanezt át is adhatja az ember. Tehát ilyen értelemben kerek a pályafutásokat. Amikor visszatértél, Gábor, akkor mi volt az ok? Melyik volt az a tényező, ami visszahívott téged Fehérvárra? Hiszen sikeres voltál a Honvéd Tánc Együttesben, sikeres voltál a Bakonyban. Ugye amikor a Veszprém Tánc Együttesből eljöttem, akkor egy ideig nem foglalkoztam, csak tanítottam gyerekeket, és körülbelül egy-másfél hónap után éreztem, hogy azért bennem még van lehetőség, és szükségem van, hogy színpadra menjek, hogy felnőttekkel dolgozzak.
És igazából ez volt a fő motiváció, és kézenfekvő volt számomra, hogy ami sokat kaptam itt Fehérváron, ugye innen indultunk, hogy valamit visszaadjak. És ezért kerestem meg a Robit, ő pedig azt mondta, hogy jöjjek. Megszámlálhatatlan fellépés van mögöttetek. Melyek azok a meghatározó pillanatok? Itt kicsit utazzunk el a külföldi fesztiválokra, hogy a miattatok szeretik Székesfehérvárt, hiszen más módon nem hinném, hogy megismerhették volna ezt a várost, illetve a magyar népi kultúrát. Melyek voltak azok a kulcspillanatok, amikor azt mondtátok, hogy mi tulajdonképpen ott Székesfehérvárt képviseljük, önmagunkat persze, a magyar nemzeti identitást, ami ebben a táncban fejeződik ki. Mit jelent? Szerintem bármelyik fesztivál vagy külföldi utat ide lehet sorolni, mert ha elmegyünk, akkor nem önmagunkat képviseljük igazából, hanem az országot, és azon belül Székesfehérvár és az Alba Régia táncegyüttest. Szóval normálisan kell viselkednünk, normálisan kell táncolnunk, mindenre oda kell figyelni, tiszteletben tartani a helyieknek az életét, a mindennapjait. És szerintem én legalábbis az életemben nem tudnék egy olyat kiemelni, hogy akkor ez most olyan. Hanem mindegyiknél nagyon fontos. Beszéljünk a táncházas időszakról. A táncház nagyon sokat segített, ezt még én is tapasztaltam személyesen abban legalábbis, hogy a köznapi ember is be tudott térni, és nem ritka volt a 200-300 ember. És ráadásul ugye ez méltatlan körülmények között történt. Hogy emlékeztek vissza a táncház mozgalom elindítására itt Fehérváron? Amikor én elkezdtem táncházba járni, akkor a nővéremmel mentem először, még a Szent István művelődési házba, és nagyon élveztem, nagyon sok mindent tanultam ott. Nagyon jól éreztük magunkat, amit aztán később lehetett kamatoztatni. Sok olyan dolgot meg lehet a táncházban tanulni, amit a próbateremben nem. Gábor, táncházi pillanatok. Én is a testvéremmel kezdtem el járni, mert még szüleim úgy gondolták, hogy fiatal vagyok, úgyhogy csak vele mehettem. Hát én a lányok miatt jártam. Hát egyértelműen. Ott a mai napig az egyik kedvenc táncom a széki lassú. Jó, szorosan össze lehet kapaszkodni, és egy kicsit ringatózni a zene lüktetésére. Ezt mai napig imádom. A koreográfiák nagyon-nagyon fontosak, ugye? Neked a mozdulatlan legendákkal egy teljesen más út is elindult, és azt hiszem, hogy ez kivételes öröm számunkra, öröm volt, hogy a táncegyüttes talán egy kicsit másként is meg tudja mutatni magát, de viszont rengeteg egyéb koreográfiád is van. Melyek a kedvesek számodra? És jó volt-e a mozdulatlan legendákkal kilépni egy kicsit abból a kultúrkörből, ami eddig megszokott. Igen, nagyon jó volt, mert ha belegondolunk, akkor igazából, ha autentikus koreográfiát készítünk, akkor csak reprodukáljuk a táncot. De így a legendákban különböző kis apró történeteket meséltünk el. És nem kellett ragaszkodni bizonyos tájegységtáncához, hanem megbeszéltük azt, hogy a történet érdekében felhasználjuk a magyar néptánckincsnek az elemeit, a motivumokat, és így próbáljuk meg elmondani azt, amit az éppen adott történeti korszakról gondolunk. Ez az egyik, a másik, hogy ugye a világháborús tételt alkottuk mi a Jimmyvel, az egyik legjobb része az volt, hogy bementünk a levéltárba, kértünk ki anyagokat, és olvastunk, és elmentünk a könyvtárba, a 17-eseknek az ezrednaplóját sikerült kikérni, azt is olvastuk, és olyan megrendítő és szívbe markoló dolgokról jöttünk rá, hogy én legalábbis megpróbáltam ezeket bemutatni a koreográfiába, aztán majd a nézők eldöntik, hogy sikerült-e. Ha már lexikonról van szó, hát ugye a lexikális tudást is igényelni összegyűjteni, hogy hány rendkívül sikeres fellépésetek volt, és mondok egy nevet, Hánka Kasöcsivel. Azt gondolom a táncolkodó, de voltak éppen az egész megyében és az országban, tehát ha azt mondjuk, hogy Nemzeti Táncszínház, Puszták népe, tehát rengeteg. És én nem is ezt kérdezem, hiszen hanem emlékezz vissza kérlek szépen 2009-re, amikor Sárközi Lassút és Friss Csárdást jártatok, Gyimesi Lassút, Sebes Magyarost, illetve Jobbágytelki Csárkást és Forgatóst.
ez volt ugye a kihívás az örökös aranygyöngyös táncoshoz. Erre emlékez nekünk egy kicsit. Az első két tánc volt a kötelező táncanyag, és a jobbágytel ki volt a szabadon választott. Hát öcsivel már nagyon régóta táncolunk együtt, és azért azt mondhatom, hogy elég jól összeszokott páros vagyunk, úgy érezzük egymás mozdulatait. És hát nem, tulajdonképpen nem volt olyan nehéz felkészülni. A sárközi egy kis magyarországi tánc, ez inkább a szívemhez közelebb álló, mint az erdélyek. Úgyhogy talán erre volt a legkönnyebb a felkészülés. A gyimesi már egy kicsit nehezebbnek tűnt, azért az egy sajátos mozgásvilágot képviselt, tehát arra komolyabban kellett felkészülnünk. És hát a kis magyarországi táncok mellett, ami nekem nagyon szívem csücske, hogy lehet forogni, ezért esett a választásom a jobbágytelkire, mint szabadon választott tánc, és nagyon sokszor mondtam Öcsinek, hogy forgass még, ne hagyd abba, még egy hármat, négyet tegyél rá, hogy meg tudjam mutatni, hogy tudok forogni, és hogy szeretek. A gyerekek, amikor elkezdtétek a tanítást, a gyerekek nyilván tudják, hiszen felcsöperedve kerülnek be egy-egy csoportba, hogy tulajdonképpen legendák az ő tanítóik. Fontos a számotokra, hogy tiszteljenek és elfogadjanak minden egyes gondolatot, amivel hozzájuk fordultak? Úgy gondolom, hogy ez a tisztelet, ezért muszáj. Szóval meg kell dolgoznunk érte, minden nap. És ezt nagyon könnyen el lehet rontani. Egy-egy rossz szóval, vagy rosszul megválasztott arckifejezéssel, vagy bármivel. Ha jól dolgozunk, és önmagunkat adjuk, és hitelesek vagyunk, akkor előbb-utóbb úgy is tisztelni fognak. No, Pulutyka, Gabonca, Zsendice, Guba, Dereje, Cibere, Dödölle, Kókonya, Gálica, Derce. Ez egy csoda felsorolás. Én azt hiszem, hogy ez is jellemzi, hogy a töpörtyüktől egészen a nagyocskákig remek sikereket érnek el. De mi mindent kell tenni a hétköznapokon? Beszéljünk egy kicsit a próba folyamatokról, hogy valódi ünnepre essen egy fellépés a kicsiknek, a nagyoknak, és ráadásul legyen utánpótlás a nagy együttesben. Nagyon sokat kell izzadni. Sokat. Sokat izzadni és sokat tűrni. A mai gyerekek már biztos, hogy nem olyanok, mint mi. Teljesen felgyorsult a világ, azonnal mindent akarnak fogyasztani, és hogyha valamiért jobban meg kell dolgozni, az már nem biztos, hogy olyan jó nekik. És nekünk is rengeteget kell fejlődni, mind módszertanilag, mind szakmailag, mind pedagógiailag, és egy kicsit másik oldalról kell megközelíteni a dolgokat, mint régebben. Mondjuk régebben, mint egy 10-12 évvel ezelőtt. Szóval ez a régebb most nálam. Emellett meg hát végig kell gondolni, hogy mit szeretnénk, kell választani nagyon jó táncot, nagyon jó zenét, és ezt meg kell nekik tanítani, és ha sikerül, akkor egy jó koreográfiát tudunk belőle csinálni. A próba szent? De a szent volt mindig? Azt mondhatom, hogy igen. Tehát mert nyilvánvaló, hogy a leginkább a közösség formáló erő a közösségi létben és a próbán zajlik, hiszen amikor már kiállnak a színpadra, akkor nyilván az megy elvileg, mi azt látjuk, hogy megy magától, holott nem. Essék szó a Nemzetközi Néptánc Fesztiválról. Ugye számtalanszor elmondtam már ezen a fórumon is, hogy én meg ott voltam az elsőn, amikor három csapat volt a Vidán Parkban, a kanadaiak, meg még kettő velünk együtt, és azóta úgy kinőtte magát, hogy bátran kimondhatjuk, hogy minden fesztivál vége a következő kezdete, mert hogy már annyi jelentkező van, és annyi olyan nívós lett ez az egész történet, hogy ez egyedülálló. Milyen gondolatokkal fogadjátok azt, hogy most egy valódi értéket hoztatok létre? Persze a három résztvevős is az volt, de ez most már unikum Magyarországon is. Szerintem nagyon jó, hogy a város és a táncegyesület meg tudja mutatni, hogy ilyen színes forgatagot tudunk létrehozni, szóval tudunk a városban élőknek és a turistáknak bemutatni, és itt vannak ezek a
a csoportok, és rengetegszer, amit a nagy közönség kint nem lát bent a táncházban, szóval egész komoly barátságok is tudnak szövődni. Szóval kicsit jobban megismerjük egymást, egymás kultúrájának egy pici szeletét, ugye a gasztronómiáját, együtt táncolunk, együtt bulizunk, hol mi az ő táncukra, hol ők a milyenkére, és ez azért össze tudja kovácsolni a népeket, úgy gondolom. Mindenképpen. És az is nagyon jó érzés, hogyha jár nálunk egy táncegyüttes, akik a későbbiekben visszahívnak a maguk fesztiváljára. Mert azért ez is azt jelzi, hogy jól érezték magukat itt, szerettek bennünket. A Pulutyka sikerei sikereitek is természetesen. Mit jelent egy koreográfus, művészeti vezető, művészeti munkatárs számára ilyen értelemben a siker? Megerősítés nyilván. Igen, de főleg akkor jó, amikor más táncos barátok felhívnak, hogy te figyelj Gábor, hú, ez nagyon jó volt. Ezt jól csináltátok a Beával például, mert ilyen is volt. Most voltunk Békés Csabán február 23-24-én az ifjúsági néptánc antológián, és bemutattuk a koreográfiánkat, egy magyar palackai táncot csináltunk az ifiknek, és utána én többször kaptam telefonhívást, hogy ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó. És mit jelent a felnőtteknél szerintetek a Fölszállott a páva sikerei? A kettő és a tavalyi döntők döntője. Azt tudom, hogy nekünk fehérvárjaknak sokat, mert hogy egyrészt néztük a filmet, nagyon sokat nevettünk rajta, de jó volt. Másrészt pedig hát a telefonon csüngtünk. Ez mit jelent egy rutinos táncos számára egy ilyen siker? Sokszor álltunk már színpadra, de én rettenetesen izgultam mindkét évad előtt. 14-ben is, meg most is, de nagyon jó érzés, hogy utána olyan visszajelzéseket kapunk, akár ott az ottani stábtól, vagy a nézőközönségtől, vagy itthon a családtól, hogy mennyire tetszettünk nekik, és hogy milyen jó volt. De a legfontosabb mégis a kicsik, itt nagyon, nagyon sok fiatal volt az elmúlt időszakban, akiket ezt már elmondtam, mert elkotyogtam természetesen, hogy Jószerivel többet beszéltek rólatok, mint ti most magatokról, majdnem csak, hiszen nagyon sokat köszönhetnek nektek, és ez kifejeződik abban a szeretetben, ahogy szót váltottunk arról, hogy kiket tisztelnek, és miért már, és hát óvatatlanul is a ti nevetek került előtérbe, hiszen ti tehettek arról, idézőjelben, hogy ilyen sikeresek ezek a fiatalok. Viszont azért még egyetlen egy dolog, ha visszatérünk a fiatalokra. Mit jelent egy édesapa számára, ha Gergely fia ilyen szuper eredményeket ér el, és ilyen tehetséges táncos? Ez nagy felelősség. Hát nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Mondjuk enélkül is büszke lennék rá. Hát néha sok bosszúságot jelent, mert ezekre a szólótánc versenyekre én szoktam felkészíteni, és hát nem annyira szeret próbálni. Nagyon tehetséges, nagyon ösztönös táncos. Szerintem, hogyha így folytatja és kitartó lesz, akkor sokkal jobb táncos lesz, mint én valaha is lehettem volna, vagy vagyok. Sokat kell neki dolgoznia, ezt ő még nem annyira látja szerintem, hogy sok munka, sok munka, sok munka. Tehát a tánc, ha összefoglaljuk ezt a beszélgetést, volt az életetek, és jelenleg is az. És azt gondolom, hogy a legjobb úton haladunk, hogy a irányításatokkal, segítségetekkel egy újabb generáció nőhessen fel, akik még én azt gondolom majd a nagyon öreg fejjel is örömmel veszem, ha láthatom őket. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mert azt hiszem, hogy fontosak vagytok nekünk, és ez majd bebizonyosodik ebben a jubileumi évben is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetést láttak Tombor Beával és Molnár Gáborral, az Alba Régia Tánc Együttes művészeti munkatársaival. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra.